Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ahogy minden más csütörtökön este is, akkor elhangzik egy kabbalisztikus gondolat a heti szakaszból. A ma estenak a ma esti cím a Szedaká, kegyelem vagy kötelező? Szóval Szedaká adokozás, az kegyelem vagy kötelező. A történet úgy szól, hogy egyszer egy nagyon gazdag, fukar ember megy ellenőrizni egy építkezést, amiben befektet. Vele jön az ügyvezető igazgatója az ő cégének. Hát sajnos ott vannak egy daru, rájuk esett, és mindketten meghaltak. No, az angyalat fent az égben, hát nem nagy örömmel fogadta őket, és azt mondta, hát mindketten menjetek a gehenembe. A fukar gazdag azért, mert nem adott szöd okosa, hanem segített senkinek, hisz az ügyvezető igazgató pedig, olyan rovasz, és úgy seftelt, hogy borzasztó, ezért ő is megy a gehennembe. Hát az igazgató odafordul az angyalhoz, és azt mond, és ha adok neked 100 000 euró, akkor mehetek a Gan Edenbe? Azt mondja, 100 000 euró? Mehetsz vissza az életbe. Köszönöm szépen, egyszer csak felébredt, körülötte mentők, orvosok, és azt mondja, ó, nézzetek csak, felébredt, él, milyen csoda! És elmondta a történetet, hogy sikerült visszajönni. És azt mondja, és mi, hol van a fukar gazdag? Mi van vele? Azt mondja, ő még próbálja levinni az árat 100 000-ből 50 000-be. Pénz az egy nagyon fontos dolog az embereknek. Általában az össze van kapcsolva megelégedettséggel, boldogsággal, sikerrel, és minden jó dologgal. Érdekes dolog, hogy Héberben a pénz, annak az egyik szó, ugye a sima szó a pénznek, az keszev. De van egy másik szó is, a Bibliából ismerünk ezt a szót, a Talmud is használja, a damim. Damim az vér is. Mi azt jelenti, a pénz és a vér, ez ugyanaz a szó, ami érdekes, mert ugye mutatja, hogy mennyire fontos ez az embernek. Hát mindenki szereti az ő pénzét, és itt mindig van a nagy kérdés, hát állandóan jönnek emberek és kérnek adományt. Külföldön, legyen ez Amerikában, vagy Izraelben, az ember egy vallásos zsidó negyedben lakik, akkor a zsinagógában állandóan jönnek és kérnek mindenféle cédokorra, sokszor még végig mennek a lakásokon is, bekopognak mindenhol. Szóval ez egy állandóan van a kérés, hogy adjátok, adakozzanak. És a kérdés az, hogy miért? Miért adjan a jómódú a szegénynek? Miért kell, hogy az ember adjan a saját pénzéből, amiért dolgozott olyan sokat, és ezt tudja költeni magára és családjára, miért adjan ezt egy másik embernek,
akinek sajnos nincs. A kérdés még erősebb, odafigyelünk, hogy a Tóra hogyan fogalmazza meg a cedókonnak a micvája. Azt mondja a Tóra, nézzük csak meg a forrásokban, még egyszer ide rakom a... Még egyszer oda raktam a linket a forrásokhoz. Azt mondja a Tóra, Misat nidvat yadcha iskmat nat yado. A te kezed önkéntes ajándékával, melyet azt szerint, amint megáll téged az örökkévaló, és utána a végén mindenki adja az ő keze ajándéka szerint. Szóval az elején szó van egy önkéntes adományról, a mondat végén pedig egy ajándékról. Mi a különbség az önkéntes adományról és az ajándék között? A különbség az önkéntes adomány az azt jelenti, hogy nem jár ez a szegénynek, hanem az ember jó szívű és önkéntesen úgy dönt, hogy a sajátjából osztozik valaki máson. Az ajándék az már nem ugyanaz, mert általában az ajándék az valaki kapja, olyan valaki, akinek valamilyen szinten jár ez az ajándék. Dolgozott nekem egész évben, és ezért évente egyszer vagy kétszer kap tőlem ajándékot. Szóval az ajándék, igazad az ajándék, az nem ugyanaz, mint a fizetés, de az ajándék az illető megérdemelte, vagyis bizonyos szempontból jár ez neki. És óriási a különbség a kettő között. Jár a szegénynek az adomány, vagy ez egy teljesen önkéntes dolog. A önkéntes adomány, az még az ember képes adni anélkül, hogy igazán van kedved. Ajándék az mindig jár csomagoló papírral, nagy mosolyal, nagy szeretettel. Csak az a kérdés, akkor a Tóra hogyan látja az adományt? Jó szívűség, vagy ez egy kötelezőség, ami magától értető? Szóval nem az a kérdés, hogy a Tóra kötelezte az embert a cedókorra, vagy nem. A kérdés, hogy a Tóra miért írja elő a cedók? Azért, mert logikus, hogy a Tóra elvárja tőlünk, hogy jó szívűek legyünk. Most a kérdés az egy nagyon komoly kérdés, annál is inkább, mert a halacha úgy fogadja el, úgy látja a cedókot, az adakozást, hogy az annyira kötelező, hogy végrehajtókat is lehet küldni. Nézzük meg a forrásokban. A második forrás, a Shulchan Aruchból van ez az idézet, minden ember kötelessége adományt adni. Aki kevésebbet ad annál, mint amennyi elvárható lenne tőle, a vallási bíróság, a Bétin kényszerítheti és megbotoztathatja, hogy megfelelő összeget adjon, és akár el is kobozhatnak a vagyonából. Azt jelenti, hogy lehet végrehajtót küldni, az embernek kötelező egy bizonyos összeget adni cedókkora. Azt jelenti, hogy a cedóka az valahogy nagyon-nagyon-nagyon kötelező, hogy a túran, a halacha nem is ad lehetőséget erre,
hogy ez elmaradjon. Szóval a Tóra nagyon kötelezőnek veszi, hogy nem is lehet, elképzelni az életet nélküle. Szóval, ami azt jelenti, hogy kevésbé önkéntes, jó szívű adomány, és inkább ajándék. Akkor az a kérdés, ha a Tóra ezt inkább ajándéknak veszi, mert jár annak, aki kapja az ajándékat, akkor miért kezdi a Tóra azzal, hogy önkéntes adomány, illetve miért kötelező, miért jár ez a szegénynek. Most ez egy nagyon aktuális téma, nem csak az, mert a heti szakaszban olvasunk erről, az első idézet volt, hanem azért is, mert holnap este, szombat este beköszönt az új hónap, az elül hónap. Elül hónap az a megtérés hónapja, és erre az van írva, hogy ebben a hónapban többet kell adakozni. Az is a megtérés hónapjának egy része, az, hogy az ember adokozik többet, mint ahogy egész évben szokott, mert cserében várja el az Istentől is, hogy adjon nekünk többet, és bőkezően itekezzen az Isten fölöttük. Ezért nagyon aktuális ez a kérdés. Most, ahogy szoktunk, akkor nézzünk meg egy kicsit a szövegkörnyezetet, miről szól a heti szakasz, ahol szó van az adakozásról. Azt már többször említettem előző hetekben, hogy Mózes 5. könyvében, a Dvarimban, ami az egész könyv, az egy rövid időszakról szól, Mózes életének az utolsó hetekről van szó, és Mózes tudja, hogy nem sokára elmegy a világból, és próbálja pótolni, kiegészíteni sok fontos tanítást. E heti szakasz az Réj, jövő heti Sojftim, utána KTC, azok tele vannak mindenféle nagyon fontos mitzvákkal, és legalább ezzel, mint a Mózes látja, hogy elfogy az idő, és akkor még elmond mindent. A heti szakaszban nagy hangsúly van a szociális törvényre. A szociális törvényre, hogy a szegény embert el kell látni, és erre azt mondja a Tóra, hogy ki hieba cháev jön, ha lesz közötted szűkölködő, akkor ne keményíts meg szívedet, és ne zárd be kezedet, hanem adni kell, el kell látni, amennyi kell neki. Mi mennyit kell adni? Mennyit kell adni cedokoban? Van-e alsó határ, felső határ? Alapjában véve a cedokonak a micvája, annak nincs határja, hanem attól függ, hogy hány szegény ember kopog az ajtóban. Ha jönnek sokan, akkor adni kell mindenkinek, és akkor a minimum adni kell egy tizedet a vagyonából, vagy egy ötödöt, az ember még jobban akarja teljesíteni az egy ötödöt, vagyis 10% a vagyonából, vagy 20% a vagyonából. Ha vannak szegények, akkor adni kell, ameddig az ember eléri a 10 vagy a 20%-as plafont. Ha pedig nincsenek szegény emberek, nem jönnek, senki nem kapok, akkor nem kell adni semmit. Van egy ilyen vélemény, akkor úgy látja, hogy ilyenkor nem kell adni semmit. Nézzünk meg
hogy Maimonides megfogalmazza, ez a harmadik forrás, mondja Maimonides, tevőleges parancsolat adományt adni a szegényeknek, minden nélkülözőnek, a neki járó összeget, ha lehetősége van rá. Nem ha lehetősége, hanem amennyi lehetőség van rá. Nem, rosszul mondtam. A neki járó, amennyi jár neki, amennyi illik adni neki, ha lehetősége van rá, azt szerintem az ember képes, mert van pénze. Ahogy írva van, bőkezően adakozzal neki. Aki lát egy szegényt, de elfordítja a tekintetét, és nem ad neki adományt, megszeged tiltó parancsot, hogy írva van, nekem nincs meg szíveded, és ne zárd be kezedet testvéred előtt, aki szűkölködő. Azt jelenti, az, ha van itt egy szegény, és az ember nem ad neki, akkor megszegte a parancsot. Ha nincs szegény, akkor nem kell félretenni semmi. Ez az eredeti micva. De a bölcsek bevezették egy olyan fogalmat, ami azt jelenti, amit az a neve Maaser Kszafim, a pénznek a tizede. Ugyanúgy, hogy a termésben, Izraelben, a Szentföldön, minden termésben le kell adni, amit le kell adni, és teljesen mindegy, hogy van itt valaki, aki vár rá, vagy nem, hanem le kell adni 2%-at a Kohennak, 10%-at a Lévinek, további 10%-at kell adni, vagy felvinni Jeruzsálembe a szent gyümölcs, és ott fogyasztani a szentély idejében, vagy 10%-at a szegényeknek, az attól függ melyik évben, 6-7 éves ciklusokban mennek ezek a dolgok, ugye ez smita év, mindig a 7. év. És az első, második, negyedik, ötödik évben a második tizedet az szent gyümölcs fel kell vinni Jeruzsálembe és ott fogyasztani, a harmadik és hatodik évben a második tizedet kell adni a szegényeknek. Mindenképpen minden termésből le kell adni egy 20 százaléket, és nélküle nem lehet fogyasztani a gyümölcsöt. A gyümölcs egyszer csak nem ehető, nem kóser. Hasonlóképpen, ez alapján mondtak a bölcsök, minden pénzből, amit az ember keres, akkor abból le kell adni legalább egy tizedet, mászer az az eszer, az egy tizedet jelent, vagy az ember még a magasabb szinten akarja teljesíteni egy 20-at, minimum 10%-od, akár 20%. Ma ugye nincs ez túlzás, az izraeli társadalomnak a 98%-a nem mezőgazdasággal foglalkozik, így teljesen lemaradna az adakozásról. Erre azt mondtak a bölcsek, akkor az, amit a termelő, aki mezőgazdasággal foglalkozik, le kell adni, az ember leadja a saját pénzéből. Nézd, és ezt még levezetik egy bibliai utalásból, a heti szakaszból. Utolsó forrás az első oldalon. Ez pedig a Tosafot, a Talmudban idézi ezt a forrást. A Szifriben áll, a Szifri ez egy midrás, a Szifriben azt mondja, idézi ebből a heti szakaszból. Az van írva, tizedet ad vetésednek minden terméséből, amely terem a mezőn évről évre. Ezek szerint mondja a Szifri a midrás, ez hiszen csak a termésből kell tizedet adni, tényleg csak a zöldségből és a gyümölcsből. De mi a helyzet a kereskedelemből, kamatszedésből, amikor szabad, és más üzleti tevékenységből? Abból is le kell adni? Származó nyerességgel, abból nem kell adni semmit? Erre azt mondja, a midrás a Tóraban az áll, hogy még egyszer a mondat úgy szól, tizedet ad vetésednek minden terméséből. A minden szó azt jelenti, nem csak vetés, nem csak mezőgazdaság, hanem minden nyerességből. Ami magában foglal,
a kereskedelemből, kamatszedésből és más üzleti tevékenységből származott nyereséget is. Ez az alapja, de az elfogadott vélemény, hogy van erre utalás a Bibliában, de ez nem bibliai előírás, hanem rabbinikus előírás. Valójában ezt nem a bölcsek kitaláltak, van erre utalás már korábban. Például, amikor Ábrám visszajön ott a háborúból, erre az van írva, találkozik Malki-Cedekel Salem királyával, és az van írva, hogy itt már szemmikor is leadott neki mindenből egy tizedet. Nem termésből adott le, hanem mindenből adott le egy tizedet. Hasonlóképpen, amikor Jákob menekül Ézsótól, megy Háránba Lábánhoz, és akkor útközben lefekszik, és álmában látja, hogy azt a nagy létrát, és Isten megáldja őt, akkor az van írva, amikor felkelt, amikor felébredt, akkor egyik ígéretet, amit tesz, Halasét titenni, aszér aszrenelat. Mindenből, amit fogsz adni nekem, adok majd neked egy tizedet cedokorra. Aszér aszrenelat, még kétszer is van, nomotékosan van írva, hogy mindenből fog adni egy tizedet. Cedokó szó szerint kell adni szegényeknek. A mászer pénzből azt adni lehet minden fontos ügynek. Mondja ezt olvasunk a Shulchan Aruchban. Akkor most még egyszer az a kérdés, hogy mi a filozófia amögött, hogy az ember minden pénzből, amit keres, le kell adni egy tizedet, ő dolgozott érte, és hál' Istennek sikerrel járt, miért kötelező leadni, mi a dolog logikája? Az adakozás kapcsán van egy másik fontos dolog, és itt azt is kell nézni, hogy kapcsolódik ez pont ehhez a micvához. Egy mondattal szeretném kiegészíteni egy pár szabállyal a tizedet, hogy le kell adni tizedet minden pénzből, akkor ez egy pár szabály erről. Az első dolog az, hogy azt mondtunk minden nyerességből. A nyereségből le lehet vonni az adót és minden másféle kötelező fizetéseket, továbbképzés, amit kellett a munkához. Az mind a tőkehez tartozik, és nem a nyereség. Másik dolog, hogy egy nő dolgozik, és emiatt van otthon egy babysitter, aki vigyáz a gyerekekre, emiatt kell neki több más ruhát vásárolni, amit a munkahelyen használjon, vagy ilyesmi, akkor ezek a kiadások, ami mind a munka miatt kellett, az megint le lehet vonni, és ez nem része a nyereségből. Ha valaki nagyon rosszul áll, akkor azt mondjuk, hogy le lehet vonni minden kiadást, amit kell költeni a családjára is. Lakbér, étel, ruha, és csak a fölötti pénzből leadni a tizedet. Azt jelenti, ideális az, hogy az ember ezeket a megéletési kiadásokat ne vonjon le, az már a nyereségből legyen. De ha az ember rosszul áll,
akkor joga van másképpen számolni, hogy az alapkiadások, ami az élethez kell, és a családjának kell, azt mind le lehet vonni, és csak a fölötte lévő pénzből leadni az adományt. A tizedet. Most. Tovább a cedokonak a micvájáról. A cedokonak a micvában van egy nagyon különleges dolog. Az van írva, hogy az ember adakozik, akkor ez hoz anyagi sikert. És az ember fukar is nem adakozik, ezzel kárt okoz. Ezzel kárt okoz magának. A Rebbe egy kicsit kihegyezte ezt a tanítást, és azt mondta, nem csak arról van szó, hogy ha az embernek van pénze, keres, szépen keres, és adakozik belőle, akkor még gazdagabb lesz, hanem az ember szeretne elérni azt. Az ember szeretne azt elérni, hogy jó módú legyen, azt jelenti, hogy egy szegény ember szeretne jó módú legyen, akkor adakozzon többet, mint amire képes, és akkor ez fogja hozni a sikert. Szóval nem csak az egyik sikert, azt jelenti, nem csak a sikerből az ember adakozik, lesz neki nagyobb sikere, hanem ezzel meg is lehet teremteni a sikert. Nézzük meg, mit mond erre a Talmud, ez egy harmadik forrás, a második oldalon. Ez egy talmudi idézet. Johanan rabbi meglátta és Lakis gyerekét, és így szólt. Mondd el azt a tórai mondatot, amit tanultál. A gyerek így felelt. Tizedet adjál tizedként. Majd megkérdezte, miért kellett kétszer megemlíteni a tized szót? Kérdezte a gyerek a nagybácsi. Mert Johan és Lakis sógarak voltak, és erre megkérdezte a gyerek, a nagybácsit, a híres Johanan rabbit, miért van írva kétszer? Erre Johanan rabbi azt válaszolta, add tizedet, hogy meggazdagodjál. Menj és tedd próbára, Isten. Szóval ez egy olyan dolog, amivel ki lehet próbálni az Isten. Adjál, és asszér, és egy kis egy szójáték, mert szó van írva, asszér, te asszér. Asszér az egy tizedet, te asszér. Ha ezt olvasunk, te asszér, akkor egy gazdag legyen. Adjál tizedet, azért egy gazdag legyen. És lehet kipróbálni az Istent erre. Erre a gyerek megkérdezte, talán szabad próbára tenni Isten? Hiszen az áll a tórában, ne kísértsétek meg az örökkévalót, itt felelt Johanan rabbi. Eltilalmon kívül, hisz erről az áll, hozzátok az összes tizedet a kincstárba, Malachiban, és ezzel tegyetek próbára, hogy megnyitom-e a számotokra az ég ablakait, és végtelen áldással árasztalak el bennetek. Az Isten azt mondja, itt lehet engem kipróbálni. Ha adtak bőkezően cedókot, akkor gazdagok lesztek. Ez az egyik oldalon. Az ember, aki ad bőkezően, akkor ez hozza az isteni áldást, és a még nagyobb isteni áldást. A másik oldalon van egy nagyon erős történet a Talmudban, hogy a leggazdagabb zsidó Jeruzsálemben, akkor, amikor a szentély lerombolási idejében, az Nagdimon ben Gurion, valami hihetetlen gazdag volt. És erre azt mondja a Talmud, hogy a Johanan rabbi látta a Nagdimon ben Gurionnak a lányát, hogy mivel foglalkozott, hogy takarítja az ürüléket, az állati ürüléket az utcáról. És erre Johanan rabbi megkérdezi, hogy teljesen meg volt döbbenve. Mit történt az apádnak a sok pénzével? Erre azt mondja, van egy olyan jeruzsálemi mondás, hogy ugye a só az egy tartósító eszköz. Azt mondja, van egy olyan mondás,
a pénz, milyen sót lehet használni a pénzhez, vagyis az ember, aki a biztosítani a pénzet, a tartós legyen, maradja meg, hogy mindig, hogy gondoskodjon, mindig legyen neki kevésebb. Vagyis, ha állandóan ad cedókot, adakozni, akkor a pénz meg fog maradni, és tartós lesz. Kérdezi a Talmud, és nekem Dima Ben Gurion nem adott cedókat, pedig adott, azt mondja a Talmud, de adott, csak nem az ő gazdagságához képes. És ezért elveszítette az egész az egész pénzét. Nézzük meg a Rebbenak a szövege, az utolsó bekezdést a második oldalon. Az örökkévalónál két út létezik. Az egyik esetén először pénz ad, majd megnézi, hogy mennyi adományt adtunk belőle, és akkor ez embernek, Isten ad egy összeget az embernek, látja, hogy jól kezeli és ad belőle a dolgokat, akkor az Isten ad neki még többet. A másik esetén, ha a szükségesnél is több adományt adtunk, az örökön nem marad az adósunk, hanem megfizeti a tartozását többszörösen is. Azt mondja, az ember 100-ból ad nem 10-et, hanem és nem 20-at, nem 10%, nem 20, hanem 30%-ot, akkor az Isten gondoskodik, hogy ez a 30% legyen a 10%-a a pénzéből. Folytatja a Rebbe, így tehát, amikor megpillantam, mondja, írja a Rebbe valakinek, a csekkre írt összeget, elámultam, hogy mennyire óvják az örökké való vagyonát. Miért írnak ilyen csekket, amikor az örökké bőven fedezi majd az értékeit? Szerintem miért adsz ilyen kis csekk, cedókor, amikor sokkal többet lehet adni, sokkal több lesz neked? Sajnálod az Istennek a pénzét? A Rebbe szokta idézni azt a történetet, amit az apósánál történt valamikor 1940-es években. Az előző Lubavitcher Rebbe nagyon akarta újra kiadni a Cemach Cedek, a harmadik Lubavitcher Rebbenek a művei. Mert akkor volt 150 éve az a halálának. Nem stimmel. Talán 50 év volt. Nem, 50 év szintén nem stimmel. Jó, mindegy. Szóval az előző Lubavitcher Rebbe akart kiadni, újra kiadni nyomtatásban a Cemach Cedeknek a könyvé. Erre bement a Rebbéhez, az előző Lubavitcher Rebbéhez egy fiatal ember, és azt mondta, hogy ő vállalja a kiadásoknak a fedezete. Valójában sokkal-sokkal több volt, mint amit tudott volna. De ő vállalta, és erre az örökké való új forrásokat teremtett neki, ami korábban nem az ő világában volt, és képes volt teljesíteni az ő ígéretet. Azért, mert vállalt valamit, ami sokkal több, mint amire képes volt, az örökké való gondoskodott, hogy tényleg meglegyen. A Rebbétől valaki kérdezett, azt mondta, nagyon nehézen megy neki, most mit csináljon most? Ha most le kell adni a tizedet, akkor ez nagyon hiányozni fog neki és a családjának. És erre van rá lehetőség, az ember leírja, és adós marad a cedókonak, azt mondja, nem lopja el idézőjelbe a pénzet, a tizedet, hanem leírja, és majd adni fogja. Erre azt mondja a Rebbe, inkább azt csinálja az ember, hogy mondjuk a tizedetnek egy részét adja most, és a többi legyen adós. Miért? Mert pont most, amikor szűkölködik, és nincs neki elég pénze, pont most a legjobban hiányzik az, hogy adjon cedókora. Az ember azt mondja, hogy most nekem nincs elégem, akkor most nem fogom adni, hanem meg fogom várni, amikor legyen, ki tudja, mikor lesz. Még az ember azt mondja, nincs nekem elég, és most adok, akkor biztos, hogy hamarosan lesz neki.
Csak kérdés az, hogy mi a logikája? Mi a logikája ennek, hogy pont ez a micva. Szombattartásnál nincs ez írva, a tfilinnál, a kóser étkezésnél, a házas élettel, amit a nőnek kell járni, mikvében, a rituális fél. Sehol nincs írva az, hogy ez a kulcs a gazdagsághoz. Itt pont az a dokonál. Mesélnek egy történet, egy nagyon híres lengyel haszid mesterről, az Apti Rebbe, neki van egy könyve, Ojhev Israel, és ő nagyon állandó jelleggel foglalkozott azzal, hogy mindig gondoskodott is, hogy legyen, hogy tudjon segíteni szociálisan a szegényeket. Egyszer jött haza egy haszid, és mondja neki, hogy figyelj, hogy fú, már a lánya már rég kész, már szeretne házasodni, de az volt a probléma, hogy nincs miből. Végre talált egy nagyon alkalmas fiút magának, de nincs, nem tud, nincs miből adni ezt a, miből fedezni a kiadásokat. Erre a Rebbe vett magához tollat és papírt, és írt egy levelet az egyik gazdag haszid, és azt mondja, kérem tőled, adjál 300 rubelt ennek az embernek, hogy tudjon fedezni egy hóvet, méltó esküvőt, ajándékokat, a mennyasszonyt öltöztetni, stb. Hát ez a gazdag zsidó megkapja a levelet, és megdöbbenve nézi, 300 rubelt, ő pedig nem fukar volt, és állam mindig adott a szegényeknek, de 300 rubel, az nagyon, nagyon sok volt, az szokatlanul sok. Erre azt mondja, miért kell nekem ellátnom az egész esküvőt? Azt mondja, jó, adok 100 rubel, de 100 rubel ez egy gyönyörű, szép adomány. És azt mondta, visszadlátás. Az illető visszajött a Rebbehez, és akkor a Rebbe újabb levelet írt egy másik jó módú haszidnak, kérem, adjál neki amennyi pénzt kell neki az esküvő. A másik haszid megkapta a levelet, és nem volt neki elég. Várjál, maradjál itt 2 napot, és majd próbálok mindent megtenni, hogy legyen ez az összeg, és összeszedte másoknál, és minden megtett, és tényleg ezt az összeget adta neki. Nem sokára mi történt, ez a másik jó módú zsidónak hihetetlen sikerrel jött az ő vállalkozásaiban, és egyre nagyobb, és nagyobb, és nagyobb. Az első gazdag zsidó, aki csak 100 rubot akar adni, egymás után rossz döntéseket hozott, és az egész pénz elment. Nagyon-nagyon fájt neki, eljött a Rebbe, és azt mondta a Rebbének, hogy ez nem érti meg, nem helyes ez. Nem helyes ez. Ő megértette, azért, mert nem hallgatott a Rebbére, ezért ez a büntetés. Azt mondta, miért jár büntetés nekem? Én még adtam is 100 rubelt. Miért nem? Azért, mert nem adtam 300. 300 az nagyon sok. És erre az válaszolt neki, a Rebbe, figyelj. Mielőtt én megszülettem, hogy a Talmud mondjad, előre meg van írva minden. Férfi vagy nő, magas vagy alacsony, gazdag vagy szegény, minden elő van írva. Nekem előírtak, hogy nagyon gazdag legyek. És én azt mondom, na, én nem kérem, ez nem jó nekem. Miért? Mert ha nagyon gazdag leszek, akkor el leszek foglalva az üzlettel, és nem fog tudni semmi mással foglalkozni. Én kérem, hogy nem. Inkább az én pénzemet adjanak az én haszidjaimnak, a híveimnek, és amikor szükség lesz rá, akkor el fogom kérni tőlük. És ez így rendben van. Most.
eddig én azt hittem, hogy te, becsületesen kezelsz az én pénzemet. És ez, amikor szükségem van rá, mert itt van egy ilyen szegény ember, akkor jogom van kérni 300 rubel. De azt mondtál, hogy nem. Nem, akkor azt mondja, akkor nem nálad lesz az én pénzem, egy másik bankát, egy másik bankba fogom én rakni a pénzemet, attól, hogy tudom kapni az, a nekem járó rész, amikor szükség van rá. Szóval, az örökkévaló úgy teremtette a világot, olyan formában teremtette a világot, hogy az egyik ember adjon a másik ember. Az örökkévaló azt akarta, hogy a világban legyen szeretet és jóság. És ezért úgy teremtette, hogy legyen jótékonykodás. Az egyiknek van sok, a másiknek van kevés, és annaknek van sok, adja a szegénynek, és törődnek az emberek egymáson. Vagyis az örökkévaló ad az embernek többet, mint amit szeret, mint amit neki jár, azért, mert neki adja az, ami a másiknak oda kellene adni, másik embernek, másik intézménynek, stb. Most ebből a gondolatból mi következik? Egy, ez nem azért, mert jó szívű vagyok, és ezért adakozok, hanem azért, mert jár ez. Ez olyannék, jár ez a szegény, jár ez a szegény embernek, hogy a pénzemnek egy részét tudjam odaadni. Kell adni. Mert lényegében ez csak letétben volt helyezve nálam, és akkor most vissza kell adni az eredeti tulajdonosnak, mert én egy megbízható bankár vagyok. És azt szerint, hogy az Isten mindig rajtam keresztül küldjen el a pénzt. Ne felejtsünk el, hogy jutalék is van. Az ember is szépen kezeli az Istennek a pénzét, a szegény embernek a pénzét, akkor nagyon szép jutalékat jár, fizet az Istennek az embernek. Ez az oka annak, ami miatt a cödók az adokozás által még vagy gazdag, vagy még gazdagabb lesz az ember. Az Isten azt látja, érdemes rajta keresztül küldeni a pénzt, mert jó célra megy, jól kezeli ezt a pénzt. Akkor még többet ad az Isten neki, hogy még többet tudjon adni, és még nagyobb jutaléka jár. Ha pedig az ember nem ad eléget, azt mondja az Isten, jó, akkor menjünk egy másik bankhoz. A Rebbe ez mindig szoktam mondani, hogy Héberül az a szó a cedóko, ebben benne van. A cedóko az abban a szóban van, mint szedek, igazság. Nem jó szívűség, hanem igazság. Igazság az, hogy az Isten nekem adott többet, azért, hogy tudjam átadni ezt a szegény embernek. Nézzük meg, hogy a 500 évvel ezelőttel élt Szvátan Izraelbe, a Szentföldön, egy Moshe Altshuler, nagyon nagy, gyönyörű, szép művet írt a Tórához. És idézi azt a verset, már a harmadik oldalon első vers, azt mondja, nézzünk meg, olvasunk végig ezt a mondatot, ha lesz közötted szűkölködő, testvéreid egyike, nyisd meg kezedet neki, és adva adjál neki, mert nem fog kifagyni a szűkölködő, stb. Szóval, ebben a mondatban többször van írva az a kifejezés, hogy hogy van ez? Nyisd meg kezedet neki, és adjál neki. Adva adjál neki. A mondat végén is, jó, a magyar fordítás nem mindig. A héberben háromszor van ez a kifejezés. Naton titén, patoach tiftach, kétszer is van írva patoach tiftach. Erre azt mondja a Moshe Altshuler, mit jelent ez. A bölcsek úgy magyaráztak ezt a midrásban, hogy sokszor, nyisd ki sokszor a kezedet, mert
egyik ember, egyik szegény embernek, a másik szegény embernek, és a harmadik szegény embernek. De Al-Shah azt mondja, adjál neki, amit az égből adtak neked. Vagyis azért kaptad, hogy tudjál továbbadni. Nézzük meg az Al-Shah-nak a mondását, az a harmadik oldal, második forrás. Az örök alatt szereti a szegényeket. De mi szükség van a szegénységre? Mert szeretne, hogy a gazdagok érdemeket szerezzenek a jótékonyság által. Ezért a szegény részét is a gazdagnak adta, így valójában a szegény saját részét adja oda a gazdag az adománynak. A gazdag nem a saját pénzéből ad, lényegében a szegény embernek eljuttatja az, amit az örökölő azért adta neki, hogy adjon azt oda neki. Ezért, most folytatja az Al-Shah Rabbi, ezért áll az a túrában, adva adjál, naton titén. Tehát tedd meg helyettem, Isten helyett a kötelességemet, azaz a szegényről való gondoskodást. És ne irigykedjék szíved, midőn adsz neki, hiszen a sajátjából adsz neki. Amit nekem kell adnom, azt adjál adni neki. Mert én foglalkozok nekem az Istennek foglalkoznom kell a szegényekkel, rajtad keresztül foglalkozok velük. És ezért adjál adni nekik, amit nekem kell adni, csak rajta keresztül adom ezt. Szóval, akkor az elején arról beszéltünk, hogy van a Tóra két kifejezést használ, nedava és matana, önkéntes adakozás és ajándék. Az önkéntes adakozás, amikor az embernek nincs pénze. Nincs miből adni. De ha erőlteti magát, akkor eljut az a szinthez, innentől kezdve már olyan nékat kell adni kötelező, mert az örökölő neked adat, amit neki kell, amit másnak kell adni. Bizonyos szempontból a szegény azért szegény, mert én a gazdag embernek tudjak micvat csinálni. Akkor lényegében én azért szegény miattam. Hú, hát akkor nagyon gyorsan kell adni neki, mert ő miattam szenved. Nézzük meg a Rebbe-nek a szöveget. Az utolsó szöveg a harmadik oldala. Mi a különbség kezet adománya és kezet ajándéka között? Amikor az örökölő nagy gazdagsággal áld meg egy zsidót, akkor lehet követelni tőle a jótékonykodjon. Hiszen a gazdag maga is tudja, hogy nagy vagyona nem a saját tulajdona, hanem a szegényeké, vagy vallásos, illetve jótékony szervezetteké. És csupán letétbe helyezték el nála. Ha a gazdag az előírások szerint jár el, akkor nem fogja elvenni más pénzét, hanem adja adományra, ami oda jár. De igyekezzen, hogy szívesen adjon azt, amit ad, ne savanyú arccal, hanem ragyogó ábrázattal, hogy ajándékozni szokás. Aki azonban ez a gazdag embernek kötelező, ajándékat kell adni. Mondtuk az ajándék, de azt jelenti, hogy aki kapja az ajándék, az neki jár. Neki bizonyos szempontból jár. Folytatja Rebbe. Aki azonban nem vagyonos ember, hajlamos arra, hogy olyan számadást készítsen, melyben minden pénz a gyermeké és unokái szükségleteit fedezi. És ez rendben is lenne. Tóra azt tanítja neki, önkéntes adományt adjál, még akkor is, ha nem vagy rá kötelezed, adokozál, amennyit a szíved diktál. Negyedik oldala. A Tóra által megállapított sorrend a következő. Először az önkéntes adomány jön, mert nem kötelező még, nem kapod még semmit. Majd utána az ajándék. Ennek akad, amikor egy zsidó önkéntes adományt ad többet, mint amennyit megengedhetne magának, az örököl ígéretet tesz arra, hogy a későbbiek már ajándékot is képes lesz adni, bőségesen és jó szíven. Ha az ember önkéntesen vállalja,
akkor a vége már ajándékot fog adni, azt jelenti, hogy sok pénz lesz neki, és kötelező lesz adni ezt a pénzt. Mesélnek egy olyan kis tanmeset ezt kapcsán, úgy szól. Áll a paraszt a piacon, és sok-sok krumpli zsákkal járat, és vár a vevőre. Egyszer csak megállott egy nagyon gazdag földesúr, azt mondja, húha, megnézi a krumplit, a minőség jó, az ár is jó, akkor azt mondja, tudod mit? Én 60 zsák krumplit venném. Megállapodnak az árban, mondjuk, most beszéljünk mai pénzzel, minden zsák krumpli 1000 forint. Jó, de hát hogy lesz a számolás? Erre azt mondom, minden zsák krumplit, amit felteszel az én kocsimra, akkor én bedobom ide egy forintot, és minden zsák után bedobom egy forintot, utána majd megszámolunk a forintokat, és minden forint képvisel a zsák krumplit, akkor minden egy forintért kapsz egy ezerest. Jó? Pakolnak, és a gazdag ember állandóan még egy forint, és még egy forintot bedob. Az illető a paraszt fél, ez csak látja, hogy elég sok forintosok vannak ott. Erre nem tudott ellenállni, és lopott belőle, és gyorsan betette a zsebébe. Van ott forint? Ő azt hitte, az ő paraszt fél azt hitte, hú, tessék, loptam egy pár forintot, és nem kell elszámolni vele. Ezt nem vette észre, hogy minden egyes forintot, amit lopott, azon veszített 999 forint. Mert minden egyes forint, helyett az illető adott volna neki egy ezerest. De ő nem értette meg. Szóval amikor az ember a szegénynek nem ad, erre azt hiszi, ó, most loptam egy kis pénzt, nem kell elszámolni vele, de valójában ez olyan, mint az a paraszt, aki egy forintot lop el, és veszít egy ezerest minden forint után. És láttam, hogy volt egy pár kérdés itt, akkor gyorsan nézzük meg, mik a kérdések. Az első kérdés a Tiboré, hogy jó cselekedet megfelel a tized adományának? Ha az ember pénzt keresett, akkor abból a pénzbe kell adni a tizedet pénzben. Ezen kívül adjon az ember az idejéből is a pénzt, nem lehet helyettesíteni, az adakozást nem lehet helyettesíteni. A Rivka azt írja, a barátom nyáron 3000 sekelt keresett, szabadsága alatt az egészet átadta Jeruzsálemben egy rabbinak, most nem mer eljönni az ünnepekre, mert fél, hogy nem tud fűteni a télen, nincs semmi pénztartalék. A kérdésem, Jeruzsálembe utazzon az ünnepre, ne féljen, mivel nincs semmi tartaléka télire. Először nem helyes, az ember keresett 3000 forintot, és egészet adottan adakozásra, ahogy mondtunk, 10% vagy maximum 20% többit, pont azért van, ez egy rabinikus rendelet, a bölcsek ezt létrehoztak, az ember ne adjon annival több, de másik oldalra bízunk benne, ha mégis adott annyit, az Isten tényleg ennek a sokszorot fogja adni neki. De nem értem pontosan a jeruzsálemi utazás, hogy kapcsolódik ez, ezt nem értem. De akkor az elvi dolgot elmondtam. Zsolt, olvastam, hogy 28-ig lesz a Vasvári zsinagógában a Kumzic. Azt igen, lesz felvétel is róla. Igen. Igen, Rivka az egészíti ki, hogy mindig fizeti a tizedet, az nagyon helyes. Szerintem volt még egy kérdés, vagy nem? Nem. Akkor köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Kedd este a Vasváriban lesz a nagy
kumzic, haszi dallamokat fogunk énekelni, ami egy nagyon különleges lelki élmény lesz. Ez lényegében bemutatja a zsinagógának a felújítását, ami már nagy része kész van, még maradt hátra bizonyos dolgok, de már nagy része kész van, gyönyörű, szép, és egy igazi élmény lesz. Köszönöm a figyelmet, hónap este 7:30-kor tanulunk a Szabó Gyurival, 7:30-kor van a mincha délutáni ima, és utána pedig a közös szombati étkezés, a tanulás lesz, éneklés és minden. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!